A Balaton Színház átadása óta 17 éve nagy igény mutatkozik a színházi előadásokra. Az októberben kezdődő színházi évad előadásainak összeállításánál több szempont is, így a közönség véleménye is előtérbe került, mondta a Goldmar Károly Művelődési Központ igazgatója. Mindig el kell azt mondanom, hogy szerintem mi nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen befogadó színházként az ország legjobb társulatait tudjuk vendégül látni, és úgy gondolom, hogy nem véletlen az, hogy itt most már október elején a felnőtt bérletes előadásainkra nem lehet jegyet venni, tehát 100%-osan eladtuk bérletbe ezeket az előadásokat, mind a két bérletre. Két személyre szólt a foglalás. Ez már a színházi egypénztára. A bérletekért érkeznek az emberek, Stadler tíme az évad előadásairól is érdeklődik, hiszen gyermekkorától nagy színházkedvelő. 2016-ban költözött családjával Keszthelyre, azóta bérletes előadásokra járnak. Nagyon jó. Szeretem azt, hogy változó darabok vannak benne, hogy voltak vidám darabok is, voltak komolyabb darabok is. Én úgy gondolom, hogy mind a kettőre szükség van, ettől pont nem egysíkú, nem egyhangú, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve, és mi nem csak a bérletes előadásokra járunk, hanem a bérleten kívüli előadásokat is nagyon sokszor meglátogatjuk, úgyhogy arra is jegyet veszünk ifjúsági gyermekelőadásokra, koncertekre. Színes lesz az idei paletta is. Az évad október 17-én az ifjúsági bérletes előadással veszi kezdetét. A Magyarok Dalszínház előadásában láthatja a közönség Jókai Mór regénye nyomán a Kőszívű ember fiai című darabot. A felnőtt bérletes előadás november 12-én a Hevesi Sándor Színház bemutatásában az Oszkár című vígjátékkal kezdődik. A gyermek véletes előadások november 19-én kezdődnek, a kicsik varázslókkal és manókkal találkozhatnak a Keszekusza Varázspálca című ökomése musicalben. Az évad őszi darabjai közül nem maradt ki a Tanár úr kérem című színdarab és a Tündérlaki lányok című színmű sem. A Keszély Balaton Színházban a bérletek árai nem változtak.